Sziasztok, itt vagyunk ismét a Notszóbeli következő részében, és ugye innen folytatjuk, hogy az előző részt abba hagytam. Ezt a kaját, ezt ide be is teszem, mert meg fog romlani. És ti most elkezdtetek sakkozni, igen. Árnámnak, ó, Árnám, te de kicsit ki vagy készülve, és gyere légy szíves vécére. Aztán vegyél egy gyors frissítő zuhanyt, és neked menned kell dolgozni? Aha. Aha, és mi lenne, ha most nem mennél dolgozni? Vegyen ki szabad napot. Sabrini Jabez, Turp System. Hányadik szinten elő? 4. Itt lehet, hogy most éppen előléptették volna, nem baj. De szerintem most inkább nem, mert nagyon fáradt, és nem akarom így elküldeni. Gyere utána aludni. És Miának is kell menni, és ugye, amit mondtam nektek az előző részben, nem fogom engedni. Úgyhogy, neked nem kell iskolába menni? De. Hoppá, nincs csak iskolába. Ez is számított? Nem. Hát ezt én nem értem. Hogy miért nem? Te hogy állítasz amúgy? Jó, tudom, hogy gyere egy kicsit rólkodni, amíg nem indulsz neki, addig egy kicsit rólkodjál a fórumokon. Ez a vásárolj, társalgás, gyere. Te nagy trollkodó vagy. Meg aztán tényleg megint megpróbálom majd pénzt szerezni. Vegyen egy éjjeli lámpát, elküldjük egyedül. Jó, jó, ennyi volt a trollkodásban, mehetsz dolgozni. Jó, és most itthon maradunk ugye Árnával egy kicsit. És azt akartam, hogy őt meg tolkozzák keményen. Már akkor lehet, hogy nem jó, lehet, hogy maradjunk az átlagosnál, mert észrevettem, hogy akkor léptetik őket elő. Jó, Árnáv, te. Amúgy ökosan hogy vagyunk? Ó, ennyire fönt vagyunk, hát ez tök jó. Jó. Egy kicsit föl... Ó. Bár lehet, hogy nem neki kéne kiszedni, hanem majd, ha visszajön Mia, majd ővel levetetjük ki. Most nézem, hogy mi van még itten. Lehet, hogy egyébként építenie kéne egy... Miának egy rakétát, és akkor azzal is lehetne... Na de nem akarok most... Akkor az összes pénzük elmegy. Ó, hazajött az iskolából. Ó, és nagyon fáradt vagy, gyere, akkor aludjál. Akkor menni kell holnap iskolába? Aha, még szerda van. Na, gyere! És neked mennyi van még hátra amúgy? Na, még elég sok. 11 nap, jó. Meg még azért, mert ugye meg kell csinálni még Miával a dolgát. Aha. Hát nem olyan jó. 504. Mi az 504? Ja, Árnev kapott pénzt. Jó van. Jó van, Árnev. Akkor vegyél egy maradékot. Ezt meg addig én majd kilököm. Vagy nem. Mert közben elengedte az egerem. Jó. És akkor lehet, hogy egy... Nem tudom, a zappot meg tudod már csinálni egyébként? Vagy ehhez sokkal jobb számítógépnek kell lennie? Mi volt ez? Egy műfajban írjon könyvet. Programozás. Mindegy, megcsináljuk ezt. Ebbe is pénzt. Úgy tudom, hogy így is pénzt tud szerezni. Ezt
aztán majd meglátjuk. Most hackkelünk meg. Ó, hazajött Mia. Persze, hogy fáradt vagy, Mia. Hát hogy ne lennél fáradt? Caliente, szeretne tudni, hogy van-e kedved átmenni hozzá lógni. Na, most meg izé. Őt nem, de az izé az átmenettünk volna. Jó, van, gyere akkor ugye. Mikor kell menni dolgozni? Persze, hogy nem léptettek elő, hát nem, gondoltam. Egyáltalán nem. Egyik munkatársa kopog, de... Evan, te menjél most innen, mert igazából nincs rá szükségünk. És neki is 9 nap van még hátra. Na, 5-ös szintet ért el, úgyhogy lehet, hogy kellett ennyi hozzá, hogy apot tudjon csinálni. Ugye megnézzük. Mellékes munka kezdése. Te nagy hackerező leszel, azt tuti. Legalább keresel is. Csak hackelj nyugodtan. Még alszik. De ott fel is kelthetjük, hogy még ne aludjon ilyen sokat. Nagyon sokat alszanak. Gyere. Aztán leckét csinálunk neki, hogy nagyon jó legyen. Sőt, szórakoznia kell, úgyhogy majd előtte még valami szórakozást is kéne. Takarítsa el, és mondjuk meg ezt a meggondolt mozgásokat, hát, hogyha az jó lesz. Mi az nagyon álmos, alszik. Igen, meghekkelte, nagyon jó. Ügyes vagy, csak így tovább, ma mindjárt hekkelünk még. Hát, bocsi, Kokó, most veled nem igazán tudunk foglalkozni. Jó, tudod mi a veled meg az lesz, hogy elmegyek. És meg is mondom, hogy miért. Elmegyek egy pár, összegyűjtök egy pár követ, kavicsot, kristályt. Hát, ha azok között van olyan, amit ha elküldünk, akkor... De hova is menjünk? Hol is van, ami... Tudom, hogy az oázis ligetben, meg a fűzfa völgyében is van. Magnólia... Nézzük Magnólia promenádba, menjünk ide. Na, kiváló telek, nagyon jó. Remélem van itt valami, amin tudunk mondjuk pont vécézni, meg ilyen helyekre nem tud elmenni, de... Jó. Rossz volt a levegő szegénynek. Hát. Jó nagy eső van, mi? Mit süt? Süt rumpit, nagyon jó. Ez itt mi? Van egy fa van ott, nem? Aha. Jó, jó lesz, jó lesz. Jó. És tedd el az eszköztáradba, mert akkor még ezzel tudunk kaját nézni, de... Hát... nem. Hm. 7 óra múlva kezdődik neki. Hát, ha jönne mondjuk valami kis ember errefele, és te meg egyébként törődjél magaddal, és te is törődjél majd magaddal. Krumpit elviszem, de jó anyakláncod amúgy. Ó, de jó, elállt az eső. Ó, de jó. Ó, de jó. Akkor mindjárt kicsit körbenézünk itt, hogy van-e kiásandó dolog. De hát, nem semmi nincsen, csak korcsolyázni lehet, de hát azzal semmire nem megyünk. Hát, akkor utazunk tovább. Az az igazság, hogy játszottam vele egy kicsit, de leállt az egész rendszer a gép, és újra kellett kezdenem. Úgyhogy, hát, szórakozás. Most mentek egyébként...
Ava. Ja, igen, és akkor azt gondoltam, hogy Ava nem megy dolgozni, de mivel az előző, tehát ugyanezt csináltam, úgyhogy inkább most elküldöm, meg tusolni, meg szerintem, ó, neked ennyi mindened van? Hát akkor, várj, akkor neked még tusolni se kell, mert neked egy instant tisztaságot is tudunk csinálni. Ho-ho! Hát szuper! Csak így add meg fele, sorra, mindet. Ó, szegény Koko akar játszani. Sőt, hogy kell menned dolgozni? Kiváló, úgyhogy valószínűleg elő fogják léptetni a project managernek. Mert a programozása nincs elkezdve, de nem baj. Viszont nagyon jól fog menni. Játékos hangulatban van, de nem baj. Hát végülis most tök mindegy, mit csinál, mert igazából úgy is megy dolgozni. Te amúgy hogy állítasz? 50 perc múlva megy dolgozni, úgyhogy akkor megyünk Miával dolgozni. És ő még a négyesen van, igen, technológiai innovátor, úgyhogy eddig elküldtem ugye, hogy ő maga menjen. Nem léptették elő attól függetlenül, hogy egyedül küldtem el, ezért most úgy gondoltam, hogy akkor elmegyek vele. Te meg vegyél iskolába egyébként. És valaki itt éppen öntözi a virágokat, építést lehet. És most, aha, ezek megmaradtak. Most gondolkoztam, hogy mennyire vitték, vagy mennyire nem mentette a játékomat, de azt bíztam benne, hogy itt elmentette. Jó, aztán vele kell beszélgetni. Csak úgy, oda megyünk, fie! Adj egy DNS mintát, azt ennyi. Kérünk egy kristályt. Hát, ha ez most számítani fog. Kérünk egy fémet. És aztán megpróbálunk egy DNS kérni, de nem biztos, hogy fogunk kapni. De jó, mert pont el is fontotta ezt. Igen, és egy DNS mintát. Lecseréltük. Itt van pénz, elég, nem kell itten. Aha, gondoltam, hogy nem fogadni. De nem filmet se adott. Egyébként utána néztem az elemeknek, vagyis hát próbáltam utána nézni, de az, hogy jobb is, hogyha jössz és egy csomót kiásol, hogy az elemek itt vannak, ezen a munkahelyen, tehát itt kell megtalálni őket, hogy most jó sokat kell kiásunk. Hát ezt eladjuk, ezek nem kellenek. Ezt is eladjuk 80 éve, viszont a pénz ez meg kelleni fog. És ezt ide meg az egyiket. Hol le vagy, é? Na. Nagyon sok minden, de főleg izéket talált, úgy látom. Vagy... itt is van. Te menj innen. Téged most nem. Nem érdekel engem most, hogy ki meg, hogy... hol vagy? Jó, megvárom, még megiszod. Szerintem meg lesz itt már lassan. Oké. Meg éhes is vagy, úgyhogy gyorsan eszel ilyeneket. Én már megnézem, hogy sikerült-e már a szatellitre. Nem. Kristályt kéne még összegyűjtenie. Nem most. Tehát, hogy van három... Látjátok, egy kristály, két kristály, három kristály. Tehát konkrétan három kristályunk van. És még figyeljetek meg, kérek még egy kristályt.
Semmi más, kristályt kérek. Semmi más nem kérek, csak kristályt. És én nem hiszem el, nem hiszem el, hogy ez így. Figyú, adj már egy kristályt, mert már úgy elegem van. A hócipőm totál tele van. Rózsakvarcot kaptunk. Nem hiszem el. Na, hagyd ott. Őt engedd haza, mert szerintem ő már menne haza. Csak itt maradt velünk. Ezt el sem hiszem, hogy ezt végre meg tudtuk csinálni. Szerintem, hogy nagy mentést fog is csinálni, ha ez meg lesz. Oké, mennyi van még? Kérlek, kérlek, kérlek. 30 perc. Amúgy az nem igazság, mert lehetne úgy csinálni, hogy amikor csinál valamit, akkor a rendszer érzékelje, hogy még csinálja. Oh. Oké. Ó, ez gyorsan így. Oda bele. És ettől függetlenül nem léptettek el. Az minden. Oké. Mennyi egyél? Mikor kell menned dolgozni? 13 óra múlva. Majd megpróbálom most elküldeni úgy. És hogy elemet, hogy fogok... Na várjunk csak... Ha ettél, aztán jött neked leveled. Légy szíves... ezt is, ezzel is foglalkozzál. És van méz, de jó. Meg lehet, hogy ültetni se ártana valami növényeket, vagy virágot, de amúgy tényleg majd mindjárt megnézem, hogy mi van a... Aha, mondja, megnézem. Lehetne ide egy ilyet, mondjuk ilyet, meg szeretnék... Na. Szeretnék virágot, mert szerintem a virág az... Jó, és akkor ezt a szatellittányért tehetnénk is ide ki. Hát, ha ide vonzuk ezeket, meg el... Várjátok, nem dobom el, mert lehet, hogy csináltatok vele egy robotot. Legyen itt egy rózsa. Na. De még egy rózsa. Szerintem most ennyi, csak most azért, hogy... De jó az a kép! Na, várjátok, ezt így... A méhés csaj. Na, menjél ültetni. Hát, de gondoltam, hogy mindet ültesd el. Ezt vedd el azért a izét. Jó, én meg addig megnézem, hogy... Nem tudom észt. Én meg addig azt gondoltam, hogy megnézem a... Ja, mindig azt hiszem, hogy itt van. Ó, kapcsold meg ezt a... Akkor el fogom venni most már ezt a tévét innen. Na, állandóan ez megy. Na. Azt mondja. Nem. 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 Jó, akkor kis küld el a intézetbe. Mást úgy se tudsz. Jó, akkor ezeket meg akkor eladjuk. Teljesen felesleges. Azt meghagyom, mert hogyha beteg lesz, akkor ez nagyon jó lesz, ha megeszi. Jó, hogy esik az eső, és nem kell most. Oké. A mintát meg amúgy is elküldte. Na, te hogy állítasz? Te szeret az esőt? Hát, neked ez a sakjátszma, ez valahogy nem akar sikerülni. De... Apáddal játszál egyet, hát hogyha sikerül. Még egyszer, aztán nem, akkor tényleg feladom ezt az egészet, mert hát akkor valamit nem tudok. Jó, és akkor utána meg szerintem csináld meg a házidat. Mert nagyon ügyes gyerek vagy egyébként ettől függetlenül. Jó, hát... Neked van-e sernyőd? Van. Akkor főzzél valamit. Mondjuk egy zöldséges tésztát, mert ez ilyen vegetáriánus biztos, és egy buli adagot csinálj belőle.
Ja, és valakit... Ja, és akkor egyébként valakit csinált itt egy kaját. Vagy csak kivette a hűtőből lehet. Na nem baj, de most ráírott főzőcskézni. Most holnap úgy is megy dolgozni. De azért átöltözhetné, mert nem szeretem, hogy ebbe vagy. Mit szeretnék? Prankolni, tréfálkodni, meg valakivel beszélgetni a vegetáriánusról, a vegetarianizmusról, hogy ezt nem is tudom, hogy hogy kell, de elég jót főztél. Na, ezt szeretem. Szeretem, amikor ilyen jól mennek a dolgok. Most direkt hagyom, hogy hadd csinálják. Ezt még megvárjuk, és akkor szerintem ezt a részt itt fogom lezárni. Azért is teszem ugye sűrűbben, mert hogy látjátok, hogy nem nagyon haladok vele, és viszont nem akarom annyira sürgetni sem. Meg igazából, de nem akarom így elkapkodni, hogy most egy csomót kivágok, és akkor ez így, az úgy nem jó. És szővelük élünk. Na, és lerakta a kaját, és képes volt lerakni a kaját, jó, akkor kössed meg, azt utána meg megeheted. De figyelj már, ezeknek soha nem lesz vége, már adjuk már ezt abba. De én már ezt nagyon unom, úgyhogy szerintem ezt így el fogom engedni. Vagy el kell vigyem valahova őket, és akkor ott. Nem. Vannak ilyenek, nincsenek. Jó, hát akkor... legyen... Na. Nagy Tomás, legyen egy barátod, mozgás. Jó, legyen egy mozgás. És akkor jó, és akkor ezt elveszem, mert ezt már unom, hogy mindig ide kell jönni. Ja, és megcsináltam a mailboxot. Nagyon jó, remélem, hogy itt van, vagy nem is tudom, hogy hova tettétek, lehet a... Itt van. Oké, itt van a mailbox, úgyhogy ezt mindjárt ki is cserélem. Ezt csak így tudom. Elég esős egy nyár van, hogy mit ne mondjak egyébként. Annyira nem lett szép, mint ahogy én gondoltam, de... Hát végül is mi választottuk, tehát ez tény. Na, de ezt meghagyom a munkahelyére. Na, te rendesen aludjál inkább. Te megcsináltad már a házidat? Akkor mennyi pipi, Jani? Meg intézzél a dolgaidat. Te mennyi aludni, mert csak anyád pont itt állt, úgyhogy... Figyú, takarítsd el, tehát hogy léci, tehát ne itt hagyd már, aztán gyere vécézni. Árnávot is fölköltöm gyorsan. Elküldöm még vécét. Ó, nem baj, használd meg. Használd meg, tisztítsd meg, meg használjad. És Árnáv, te egyébként simán tudnál enni, vagy enni. Ilyet tudsz venni. Veszünk egy párat neked, hogy ezzel ne legyen gondod. Meg egyébként is amúgy Árnáv sokkal jobban megy. Kreatívát, nem. Mármint, hogy azt akartam mondani, hogy ő... Írd meg. És szerintem neked teszünk át egy pár ilyet oda. És akkor ezt meg tudnád enni. Na, ne takaríts meg, mert nem is dolgozni majd. Majd megtakarítja Mia, vagy majd nem tudom, majd valaki. Jó. Ja. Aha, és akkor gyere Mia. Akkor te meg tisztítsd meg.
És maximum, hogy utána meg most megiszod. Ár nem is elment dolgozni. Ő keményen dolgozik. Ő is tanulhatna keményen. És már csak Mia van, akit elküldünk, és akkor szerintem tényleg most már ott, itt fogom abba hagyni, hogy őt elküldjük dolgozni, és meglátjuk, hogy hogy fog viselkedni, úgyhogy vallja be az igazat, és elküldjük egyedül. Jó, és akkor ezt a részt nem fogom folytatni. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!